Kedves nézőink! Évtizedek óta a Balaton felvidék egyik látványos nyári programja, a Kapocsi Fesztivál a Művészetek Völgye. Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban Oszkó Jakab Natáliát, a fesztiválnak a általános igazgatóját. Az éven 2018-ban, amikor már a 28. alkalomhoz következett ez a programsorozat, mivel készülnek, mi lesz most? Hát ugye a 28. Művészetek Völgye július 20-tól 29-ig kerül idén is megrendezése, és 28. Művészetek Völgye, tehát 28 nagyobb program helyszínnel várjuk a látogatókat, illetve 40 további vásáros, kiállítási, gasztró helyszínnel is, úgyhogy biztos, hogy idén is lesz hova ellátogatni hozzánk. Napi 150 programról beszélünk, összesen 1500 programról a 10 nap alatt, és a könnyűzenei nagy színpadunkon a Trigger Finger, a Defez, az Asian Deaf Foundation, Rebecca Ferguson képviselik majd a külföldi headlinereket, de természetesen a hazai kedvencek sem maradhatnak el, lesz Csík zenekar, nagy koncert, Kis Csilla, Quimby, avagy egy újdonság, I Am Young szimfonikus nagy felállással elkövetett új lemezanyagot is bemutató, illetve a Völgyhimnusz Völgydalt is bemutató nagy koncertje fogja egyébként ezt a könnyűzenei színpadunkat megnyitni, de lesz ugye Kőbánya önkormányzatának és a Kőbányai Zeneiskolának is egy közös udvar, a Kőbánya udvar, ott a Kéknyúl Hemond bentől Váci Eszteren át a Pókatátrai regenerációval is találkozhatunk, lesz 4 színházi helyszín, a Nemzeti Színház velünk tart, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek is van saját helyszíne napi több előadással, a színház színpadunkon pedig különböző társulatok, a Katona József Színháztól az RS9-en át a Nézőművészeti Kft-ig adják úgymond a kilincset egymás után egymásnak, és hát lesz ugye Hobónak előadóestekkel tarkított Hobóklubja, avagy a Momentán Társulatnak az improvizatív színházat bemutató, felvonultató Momentán Társulat udvara is. Ugye áldozunk ugyanúgy a jazznek, Harcsa Veronikának lesz ismét, akár ugye külföldi előadókkal is tűzdelt nagy helyszíne, egy nagyon gyönyörű, romantikus helyen. Muflon Jazz udvar is lesz, lesz a Fonóbudai Zeneháznak saját világzenei helyszíne, a Hagyományok Házával a Folk udvarban különböző néptáncokat tanulhatunk be, és a Muharai Népművészeti Szövetség udvarában pedig akár Sebestyén Mártával és a budapesti vonósokkal is találkozhatunk. Hát emellett ugye Magyar Írószövetség irodalmi programjai, a Kaláka Vers udvar irodalmi és gyermekprogramjai is ott lesznek. Nagyon hosszú a lista. Rengeteg program van. Soknak már régi hagyományai vannak, tehát hogy tényleg évtizedek óta futó van. Programok. Van-e valami újdonság, ami kifejezetten ebbe az évben jelenik meg? Vigánt Petenden, a Tókertben már tavaly megnyitotta kapuit egy új cirkuszt bemutató sátor. Idén nem kisebb név, mint a Reszilke új cirkuszi társulat fogja megnyitni, illetve ellátogat hozzánk a Frenák Pál társulat is, de lesz Duda Éva, Firebirds, Freak Fusion új cirkuszi társulatoknak is előadása, és emellé a színpadunk mellé egy kültéri színpad is megalakult, ahol a kortárs tánc rajongói kaphatnak csemegét, illetve itt lesz esténként egy völgymozi is, különböző régi és új filmeket, nagy játékfilmeket lehet itt majd megtekinteni, és hát egyébként ez lesz az a helyszínünk, ahol hajnalig lehet majd akár bulizni és megvárni, ahogy a szalma bálák fölött fel kell a nap. Ez lesz gyakorlatilag a Művészetek Völgye Fesztivál kapuja Vigánt Petenden. Itt ingyenes parkolókkal is várjuk a látogatókat, illetve a csigabuszok innen 10 percenkénti járatsűrűséggel repítik majd tovább a további Kapolcsi vagy Talján-Dörögdi helyszínekre a látogatókat. Mert aki még ugye nem volt ezen a Művészetek Völgyébe, ez több falunak a közös program együttese. Így és van. Közötte jár ez a buszjárat, a csigabusz. Miért pont csiga egyébként?
egyébként, ha már itt tartunk? Hát ennek már hosszú hagyománya van, az elejétől kezdve a csiga volt a szimbóluma a Művészetek Völgye Fesztiválnak, néhol még akár ilyen emberi tulajdonságokkal felruházott csigákat is lehet látni, meg hát ugye nagyon sok csiga van Kapolcson, úgyhogy a völgy és a csiga előtagokat szoktuk előszeretettel használni a különböző névképzésnél, úgyhogy így lett ez csigabusz, de az nem azt jelenti, hogy nagyon lassan jár, hanem igenis nagyon gyorsan lehet eljutni. Egyébként Monostorapáti, Taljándörök, Kapolcs és Vigánpetent viszonylatokban, és nyilván, hogyha valakinek fesztiváljegye van, akkor ingyenes ezeknek a buszoknak az igénybevétele, sőt, idén nagyon újítunk is, hiszen eddig is volt applikációnk, ahol ugye a programokat is akár össze lehet válogatni egy saját programfüzeté, de mellett a csigabusz mozgását is itt lehet majd követni teljesen élőben a térképen. Most azt hiszem érdemes is ezt használni, hiszen kocsival elég nehéz parkolni a fesztivál ideje alatt a így nagy létszám. Hány főre számítanak az idei fesztiválon? Hát tavaly körülbelül 60 ezer jegyes látogatónk volt a 10 nap alatt, ez napi 6 ezer főt jelent, de összesen jegy nélkül olyan 200 ezeren tarthattak velünk, hiszen ugyanúgy a Malom-szigeti, meg a vásáros részek látogatásához továbbra sem kell karszalag, viszont a programokra, a programhelyszínekre való belépéshez meg igen, és hát reményeink szerint ez a szám, a jegyes látogatók száma az növekedni fog. Ha valaki el szeretne látogatni, jegyet szeretne venni, akkor ezt hogyan tudja megtenni? Ott a helyszínen kell, vagy lehet esetleg már előrevételben is megvenni ezeket a jegyeket? Érdemes előre a www.művészetekvölgye.hu honlapunkon, illetve az applikáción keresztül is meg lehet vásárolni előre, és július 13-áig nagyon nagy kedvezménnyel lehet még ezeket a jegyeket megvásárolni. Emellett most úgy néz ki, hogy idén már péntek szombati napokra már csak korlátozott számban elérhetőek a jegyek, úgyhogy érdemes tényleg előre megvásárolni ezeket, mert bár lesz a helyszínen ugye egy jegyvásárlási lehetőség továbbra is, azért lehet, hogy lesznek teltházas pillanataink is. Kedves nézőink, tehát idén is Művészetek Völgye, amire érdemes ellátogatni, további információkat a fesztiválnak a honlapján találhatnak.